Hamarosan elkészül a Tomori kúria felújítása. A település polgármestere abban bízik, hogy ez egy újabb vonzó turisztikai célpontja lesz Szabolcsnak. Tomori kúriának közeledik a fizikai befejezésének az időpontja, ami több százmilliós projekt, és nagyon nagy jelentősége lesz abból a szempontból, hogy a Szabolcs település az idén nyerte el a Nemzeti Örökségvédelmi Intézettől a történelmi emlékhely címet. Ez igen kitüntető cím a település számára, amit a szabolcsi földvár és a 1092-es zsinatnak helyet adó mostani református templom kapcsán nyert el a település. Erre nagyon büszkék vagyunk, minden támogatónak hálásan köszönjük, és hát ennek a címnek a hivatalos protokolláris átadása, illetve a vele járó emlékoszlopnak a megáldása, megszentelése, az 2023. május 20-ára van tervezve. A május 20 az azért, mert az 1092-es zsinat is május 20-án tartott, tehát a Szent László királyunk emlékezetére és a törvényhozó zsinatra emlékezve ezen az évfordulón tartanak meg az ünnepélyes protokolláris felavatást, megáldást. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye névadó településén a Magyar Falu program keretében új kerékpárutat alakítottak ki, és az egykori földvár környezetét is igyekeznek vonzóbbá tenni, ahova tematikus táborokat, illetve vetélkedőket is szerveznek. Szabolcs nagyközség idén 5. éve adott otthont a megye helytörténeti vetélkedőjének, és a jövőben jurtatáborral is várja majd az ide látogatókat. Ehhez kapcsolódnak majd a Földvár történeti bemutató központnak a megnyitása, amely az európai földvárok történetét, többek közt a szabolcsi földvár történetét bemutatja, illetve hát stílszerűen tematikus táborok szervezését tervezzük ehhez kapcsolódóan. Jurta lakással, bentlakással, jutatábor felállításával, illetve hagyományozó tematikus programok szervezésével készülnénk a nyári időszakra, a színidei időszakra, a kisdiákoknak a fogadására. Csegei László polgármester az elmúlt évek beruházásai közül kiemelte a környező településeken élők körében is népszerű új játszóteret, valamint a belterületi utak fejlesztését. Összességében az eltelt 4 év vonatkozásában történtek a legjelentősebb fejlesztések. Ezek összegszerűségben elérik, meghaladják a 500 milliárd forintot, tehát megközelítik a 600 milliót, amit a település még fennállása óta soha nem kapott ilyen nagy mértékű támogatást. Hát nyilván ez nagy mértékben köszönhető egyrészt annak, hogy megvalósítható célokat tűztünk ki magunk elé. Nem építettünk torzókat, a megvalósult beruházások árértékaránya az reális és felmérhető, illetve kaptunk hozzá olyan politikai egyetértést és támogatást, ami nélkül valószínű, hogy nem tudtuk volna ezt megvalósítani. Most úgy látják, hogy az energiaválság miatt nem kell komolyabb korlátozásokat bevezetni az önkormányzati szolgáltatásokban. Ennek egyik oka, hogy az elmúlt években egy sor energetikai fejlesztést sikerült befejezni Szabolcs községben.